Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk tovább a kanadai nagydíj hétvégét az időmérővel. Ugye még mindig 35 pontos a lemaradás ugye a monakói bukta miatt. De hát azt mondtam is, hogy Kanada vagy Monaco az minden évben így fog sikerülni, ahogy a múltkor. Viszont itt van most Kanada, ami az egyik kedvenc pályám, úgyhogy sokat várok, viszont a szabad edzések kicsit elkeserítettek, ugyanis elég nagyok voltak a különbségek. Nem tudom, hogy lesz az időmérő, meglátjuk. A 9. helyet várja el a csapat tőlem, tehát egy Q3-as idő. Azt kéne. Meglátjuk majd. Nem tudom. Na, nézzük. Vagyis először a gumit. Azt mondja, hogy szuperlágyon akarok rajtolni, az egyértelmű. És akkor 5,5 kör. Jó. És akkor mehetünk is kifelé ultrán. Az Ultralight gumik elég jól működtek a szabad edzéseken, de a másik két keverékkel nagyon nem voltam megelégedve. Ugyanis ott nagyon sok volt a különbség azai is köztem. Az Ultrán még azt mondom, hogy oké volt. Egy mérkőt tervezek itt a Q1-ben, úgyhogy meglátjuk. A sikánon múlik minden. Mondjuk már az utolsó szektorom elég tűrhető. Na most mondjuk ez nem sikerült. A középső szektorral vannak problémáim. Oj, de nem sikerül. Jó, megyek még egy mérkőt. Nagyon nem sikerült az a kanyar.
nagyon rosszul vettem be az egyes kanyart. Azért az a nagy hátrány. Verstappen már egyből jött egy jobb időt mögöttem. Nem láttam, hogy mennyivel, majd megnézem kint. Most se volt valami jó az a kanyar kombináció. Még 78 ezeret eljöttem jobbat. Viszont a hajtű az jól sikerült. Vagyis jobban, mint az előbb. Talán a sikán is jobban sikerült egy kicsit. Bazd meg, leggyorsabb belső szektor is elrontó utána. Jaj, baszki. Ezért nem megy nekem a középső szektor. Ennyi volt a Q1. Ricardo Verstappen és Alonso van mögöttem, a két Merci még sehol egyelőre. Na nézzük ezeket az időket. Az utolsó szektor az enyém a legjobb, középen Verstappen, az elején meg Ricardo. 3 tizedet kapok az első szektorban, a másodikban. A második elég jól sikerült. Alig 1 tized. Az utolsóban pedig én voltam most a legjobb, és 47 ezredre van Ricardo, 83-ra Verstappen. És akkor a két Merci meg még sehova beállt, persze. És hát kint vannak. Ultrán van Hamilton. Ariántól vette, Rosberg is Ultrán is már. A Rosberg megkezdte a gyors kört. És Hamilton is megkezdte már? Nem. Akkor nézzük Rosberget elő. Hogy vannak a szektorok? 21-9 az enyém. 21-6-ot jött Rosberg. Az szép. 3 tizedet már kaptam. 23-7 középen. Két tizedet kaptam, ez már fél másodperc. 28-8 a vége. Perez az ötödik közben, az igen.
és 29,01 tizeddel jobbat jöttem. Viszont összességében ki tizedet kaptam. Huszonegy öt, huszonhárom öt. Az meg itt több mint fél másodperc, 29,0. Középső szektoromat nem tudják megdönteni, de Hamilton is megelőzött. Úgyhogy az jó, hogy partiban tudok lenni a Red Bullokkal, annak örülök. Jó van, mehetünk a Q2-re. Ötödik lettem végül, még Vettel is megelőzött. Meg Räikkönen is. Perez 8. Arianto bent van. Az kemény. Kiesik Nasr, Magnussen, Wehrlein, Eriksson, Grosjean és Palmer. Arianto tovább jutott, baszt. Asztalóan. Jézusom, mi folyik itt. Na akkor most a szuperlágyon. Leszek kíváncsi nagyon. Kilenc, 4,7 elég. Nyomás kifelé. Na erre leszek nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi, hogy itt milyenek lesznek a különbségek. Ugye ebbe a gumiba csak egy mérkőt lehet belerakni. Ugyanis ezzel akarok rajtolni. Ne basztatok már fel, hogy kijön elém valaki. Két tizeddel jöttem jobbat, mint Vettel. Csak két tizeddel. Nem baj. Ebbe a gumba ennyi. Ennyi megy bele. Két Ferrari szuperlágyon fog rajtolni.
Hát a Red Bull úgy látom, hogy ultrán. A sikánon megint nem sikerült jól amúgy. Jól van, nekem ennyi szerintem a Q2. Ez nekem tökéletes így. Azért már az időmérőn egy kicsit versenyképesebbnek tűnik az autó, mint a szabad edzéseken. Három tizedet kaptam Fettel-től, kettőt, vagy Fettelnek kettőt adtam, Räikkönennek pedig négyet. Az jó úgy. Mercikkel mi a helyzet? Kint vannak, kint. Verstappen is. Uff. Ja, de ultrán, oké. Hamilton szuperlágyon. És Rosberg is. Szerintem. Nem. Rosberg meg ultrán. Na. Különböző taktikán a két Merci. Hamilton fogom nézni, mert a szuperlágyos kör érdekel. Rosberg 21-5. Úristen. Mit kapunk? Utolsó szektor megint az enyém a legjobb. Úgy, hogy nem sikerül jól. Középső szektorban 2 tizedet kaptam, az elsőben meg, hát, több mint kicsivel, kicsivel több mint 2-t. Na, elkezded? Erre kíváncsi, nézzük az első szektoromat. 21-7. 21-7-90. Egy 700. Ez majdnem egy tized. 23-8 a középső. Ott megint majdnem kaptam egy tizedet. És 29-1. Ha! Úristen! 161 ezreddel ment jobbat Hamilton, mint én. A szuperlágyon. Ez komoly kör volt. Rosberg az meg megszopatta az egész mezőnyt. Fettel jön vissza. Mondjuk az jó, hogy Perez nem tudott az ultralágyon megverni. Mondjuk 146 ezredre van tőlem, de akkor is.
Hamilton megy még egyet. Javított, hát nem sokat. 161 ezredre volt az előbb tőlem, ha jól emlékszem. Jó van, ennyi akkor a Q2. 9. lettem, azt a rohadt. Nem sok kellett, hogy kiessek. 1.14.7.28-at jöttem én, Massa meg 1.14.7.64-jel esett ki. Úristen. Kiesik Massa, Kwiat, Alonso, Sainz, Gutierrez és Haryanto. Hú, hát majdnem kiestem, baszki. Egy másodpercet kaptam Ricardótól. És végül Räikkönen és Vettel is megelőzött. Nem sokkal, de megelőztek. Szuper lágyom. Na most pedig a két darab ultra. Vegyem le 3,9, leveszem 3,9 a picsába. Hát most nagyon-nagyon oda kell vágni. Aha, bazd meg.
Baszki! A kurva anyád! Az baszki! Mennyi van még? 7 perc? Az jó. Még bőven. Meg tudok csinálni egy mérkőt. Passzopó sikám, bazd meg, nem hiszem el. Nem bírok vele. Egyszerűen nem bírok vele. Sergio's currently in P9. 13-as kör kell szerintem a pole pozícióhoz. Hát ez bukta. Ez kurva nagy bukta. Hát igen, mondjuk erre is számoltam, hogy ötödik leszek. Már a szabad edzésen ezt mondtam. Jó van. 13-7. Hú, ebbe megint maximum volt benne, megint 110%. Remélem, hogy már meg is tudom tartani.
középső szektort végre sikerült összerakni. Hát egész hétvégén küzdöttem ezzel a középső szektorral. Kíváncsi leszek a különbségekre. Ebbe megint minden benne volt. Ebbe a körbe. 110%-os koncentráció, muszáj. Abszolút nem számoltam arra, hogy meg lehet a 13-as kör. Abszolút nem. Mert már a szabad edzéseken láttam azért, hogy ide 13-as kör kell 168 ezredre. És miért körön van Rosberg? Az első szektora jobb lett, mint az enyém. Hamilton a harmadik. Rosberget megelőzte. Rosberg pedig nem mért körön van. 80 ezret. Úristen. És megvolt Rosbergnek a pole pozíció. Mert hirtelen átugrott a végén. És 3 tizeddel vert oda nekünk. Legalábbis nekem 4-je Hamilton, 6-ot Vettel. Perez a 9. 13.354. Hát ez űridő. Ez űridő, bazdmeg. Viszont szuperlágyon indulok, aminek örülök. Viszont Hamilton is azon indul talán. Rosberg pedig ultrán. Hát így sikerült az időmérő, Rosberg lett az első, a második, Hamilton a harmadik, Vettel, Verstappen, Räikkönen, Ricardo, Bottas, Perez, Button az első 10. Második helyről várom a rajtot. Hát nagyon kíváncsi leszek. Exitet nyomtam, nagyon ügyes vagyok. Nagyon-nagyon kíváncsi a várom a futamot. Nem tudom, mi lesz. Hamiltontól tartok, hogy ő is szuperlágyon van. Ez lehet azért maradtam lennyivel amúgy már a többiektől, mert nem fejlesztem az autót normálisan. Na hát Hamiltont meg tudtam verni. Öt négyre vezetek csak. Nagyon-nagyon pici a különbség. Nézzük a voicemailt. Hatodik vagy jobb hely, lenyomni Hamiltont és Perezt. Jól van. Ha nézem, akkor a fejlesztést, ezért a mentőhangért elnézést kérek. 600 pont, hát én el is küldöm azonnal a motorfejlesztésre. A következő pedig, amit
Javítani kellene, azt szerintem ez lesz az, ez a kaszti dolog. Engine cover, ez lesz az, igen. Utána, ha megvan, akkor lehet, hogy... Hát nem tudom, lehet, hogy megint egy downforce-t fogok. Jó, ennyi lett volna akkor a kanadai időmérő. Hát jövök majd a versennyel valamikor. Második helyről fogok rajtolni. Örülök neki, megmondom őszintén, mert nem számoltam azzal, hogy egyáltalán bekerülhetek az első háromba. Úgyhogy kíváncsian várom majd a futamot. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok majd akkor is velem, sziasztok!